Az energetikai korszerűsítésnél az a lényeg, hogy lássuk az összefüggéseket. Ugye itt volt egy erdő, az ki lett itt vágatva, mert árnyékolta a napelemet. Azért fontos, mert ugye napelemről meg tudom hajtani a hőszivattyút. Hőszivattyú meg azért kemény nyáron, mert irgalmatlan meleg van, vagy így akár tavasz ősztáján, mert megpakolom a kazánt, ugye főfűti a padlófűtést, rá kell küldenem a klímát, hogy normális szobahőmérséklet alakuljon ki. Ugye ez az egész ilyen nagyon okos lakás, tehát ki van az egész találva. Nyáron például ugye süt a nap, megy a napelem, arra rá tudom rakni rögtön a szárítógépet, az száradnak a ruhák, érted, nem ez a teregetés, mint a hülyék. Kijön a napocska tavasszal, megsüti a napkollektort, tudok rögtön forró vízzel locsolni a kertben, mert ugye a fagyott föld nem veszi fel a vizet. Okos lakás. Gondolkodjon inkább szakértőkkel, mielőtt belefog. Wagner Solar. A viccet félretéve, a Wagner Solar elindította a rezsikommandót, ahol egy csomó kérdésre kaphattok válaszokat a napelemmel, napkollektorral, hőszivattyúval, autótöltővel kapcsolatosan. Itt a komment szekcióban tudjátok ezeket feltenni, és ne feledjétek, hogy nincsen rossz kérdés vagy hülye kérdés, csak fel nem tett kérdés. Úgyhogy kérdezzetek!